A MÁV kórház is fokozott járványügyi intézkedéseket vezetett be, egyike a látogatási tilalom, amire a bejáratnál fel is hívják a figyelmet. Ezen túl a dolgozóikat is ellenőrzik minden belépésnél, mint ahogyan azt ma stábunkkal és az érkező honvédségi dolgozókkal is tették. Testhőmérsékletet mérnek, a koronavírus egyik tünete ugyanis a láz. Annak érdekében, hogy pontosak legyenek ezek a mérési eredmények, a kórház főigazgató főorvosa a honvédségtől kért segítséget. Dr. Koller József dandártábornok is átesett a testhőmérséklet mérésén. Ezek az eszközök viszont 10 fok alatt nem működnek tökéletesen, ezért kérték a katonai sátrat, hogy ezt a vizsgálatot zárt, időjárástól óvott helyen tudják elvégezni. Dr. Rudner Ervin fordult hozzá, mint helyőrség parancsnokhoz, azzal a kéréssel, hogy egy sátrat kér, ahol a méréseket árnyékoltan tudják végrehajtani a pontosabb lázmérések végrehajtása érdekében. Egy nagyon rövid engedélyeztetési folyamat után itt vagyunk, és a mögöttem lévő kollégáim éppen egy sátrat állítanak föl, ami majd segíti a kórházba belépőknek az ellenőrzését. A sátrat a kórház bejáratánál helyezték el, minden dolgozót megvizsgálnak, mielőtt belép az épületbe, így védve a bentfekvőket. Katonák a vasútállomásnál. A város több pontján látni már járőröző katonákat, nem csak gyalogosan, hanem gépjárművekkel is járják az utcákat. Ennek elsődleges célja a lakosság biztonságérzetének növelése, a katonai erők láthatósága, ezáltal a közbiztonság, közrend fenntartásának támogatása. Nem azért vannak, hogy ők bármibe közbeavatkozzanak, vagy valami egészségügyi szolgáltatást biztosítsanak, hanem tulajdonképpen ez egy ilyen jelenlét fenntartó és egy jelenlét fokozó intézkedés, hogy a lakosok lássák azt, hogy egyenruhás emberek ott vannak az utcán, őrjáratoznak és biztonságban érezzék magukat. Én azt gondolom, hogy emellett a Magyar Honvédség mellett most az egész ország biztonságban érezheti magát. Az országban nagyobb vállalatoknál is megjelentek a katonák, egy irányító csoport alakult azért, hogy segítsék a stratégiai fontosságú cégeket. A honvédség egyébként már hamarabb megkezdte a védekezést. A szolnoki helikopterbázison hetekkel ezelőtt elrendelték a 14 napos váltásos szolgálati rendet. Éjjel-nappal teljesítenek munkát, a turnusok váltásakor pedig nem találkoznak egymással a katonák. Így esetleges fertőzés esetén is el tudják látni a légtér felügyeletét, védelmét.